Azt gondolom, hogy a két csapat között jelentős játékbeli tudás különbség van. Viszont ami a Mezőkövesdel szólhat, hogy nagyon jó a, vagy mellett szólhat, hogy nagyon jó a hangulat Mezőkövesdel, nagyon jó a szurkolók. És a Veszprém jön egy olyan vereségben most a Bajnok Ligájában, amit azt gondolom, hogy nehéz kiheverni minden csapatnak. De én nem hiszem, hogy ez problémát okozhat. Én bízom abban, hogy a második fél időben az erőkülönbség és a játék tudása Veszprém felé dönti el majd a mérleg nyelvét. Én remélem azt, hogy ez a sorozat, ami most a Veszprémben uralkodik, hogy próbálnak többet edzeni, próbálnak máshogy dolgozni, ez hamarosan látszani fog a pályán. Bizonyos dolgokban a szegmensekben már azt gondolom, hogy a Veszprémnek a játékában változott, például a védekezési elképzelés, a fal nélküli játék engedése, az azt gondolom, hogy jobb kooperáció kapus, az azt gondolom, hogy most már látszik. Nyilván ezek a mérkőzések nagyon fontosak ahhoz, hogy a Veszprém előre tudjon lépni a Bajnokok Ligájában. Tehát ez a mérkőzés kiváló alkalmas arra, hogy a csapat tudja gyakorolni azt, hogy a Krisztián stadionban a hétvégén játszani fog.